Talán folytatódik az idegenbeli sorozat, megint egy idegenbeli meccs majd Budafokon, egy olyan csapat otthonában, amely nagyon jól rajtolt az idei bajnokságban. Mit vársz ettől a meccstől? Azt mondom, hogy minden meccs ezen a szinten nagyon nehéz, és minden meccs majdnem rangadó, mert mondom, nincsenek itt gyenge ellenfelek, mert látjuk idáig, amit lejátszottunk, hogy minden csapatnál vannak játékosok, akik ezt a szintet és ezen a szinten tudnak jó futballt játszani, úgyhogy a Budafok esetében is erre kell számítanunk. Persze, nekünk is vannak dolgok, amit azt mondom, hogy nagyon jól működnek, és jó szinten vannak, de ugyanúgy vannak azok a részek, amit még javítanunk kell, csiszolnunk kell, még jobbra kell ezt fölvinni, felépíteni, hogy akkor ne csak szakaszokba és hullámokba futballozunk a meccsen keresztül, hanem 90 percig tartsuk azt a magas szintű játékot, és abból próbáljunk minél több helyzetet kialakítani, és több gólt rúgni, ami azt mondom, hogy az utóbbi időben egy kicsit le van maradva. Kintről kellett nézni ezt a mérkőzést, az eltiltás miatt nagyon rossz volt? Mindig rossz, amikor az edző nem tud direkten a csapattal kommunikálni, nem tud beleszólni, úgyhogy látja a hibákat, de nem tud olyan mértékben belenyúlni a meccsbe, amelyikbe szeretett volna. Volt ugye 3 sérülés is azon a mérkőzésen. Mennyire számíthatsz ezekre a játékosokra, mennyire súlyosak a sérülések? Mindenki épül fölfele, úgyhogy még mai, meg holnapi napon még meg kell nézni, hogy pontosan hogy hol állunk, de nagy valószínűségben, hogy csak a Talabér az, aki kevesebb eséllyel van ebben a pillanatban, hogy a hétvégén rá lehet számítani, a többi mindenki épül fölfele. Így viszont akkor a védelmet teljesen át kell szervezned? Hát majd megnézzük pontosan, hogy mit kell átszervezni, lehet, hogy csak egy posztot kell megerősíteni, vagy kicserélni, de azon mondom, még van 2 napunk, amin lehet dolgozni, és majd akkor eldől. Fekszi Isten hozott Nyíregyházán. Emlékszel a pillanatra, amikor felhívtak telefonon, hogy számítana rád a Spari? Nagyon szépen köszönöm. Igen, már 2 hétben úgy beszéltünk, hogy jövök ide. Nekem volt már munkahelyem, és jól éreztem ott magát, csak mivel Zorán ismerem, több mint 10 év együtt dolgoztunk egy palárklubba. Elfogadtam az ő meghívást, meg Ernok úrra, hogy jövök megtenni az a tapasztalat, amit van bennem, segíteni, hogy Spari újra legyen, ahol a hely az első osztály. Ugye eddig leginkább kapus edzőként dolgoztál, most mi lesz a feladatod? Dolgoztam kint a Montenegróban, mint a vezető edző, egy U11 korosztály kapus edző is, úgyhogy hát több mint mondjuk 20 év profi szinten fociztam. Nagyon jó edzőt dolgoztam, úgyhogy szerintem olyan felé tapasztalat is van bennem, úgyhogy mindenképpen tudok segíteni valami pluszba hozni a Sparinek. Milyenek voltak az első benyomások a csapatról, a játékosokról? Elsősorban, sornapom Nyíregyházán nagyon-nagyon jó emlékek jöttek ide, mert itt játszottam sok meccs. Nagyon nehéz itt volt mindig nyerni, úgyhogy elfogadtak, nagyon jó a klubok, főnök, edzők, stáb. Igazából olyan szituáció, mint itt lennek 5 évig. És megmondom őszintén, nagyon örülök arra. Nagyon fel kell rázni most a csapatot, hiszen sokan azt mondják, hogy inkább mentálisan van egy gát a játékosokban, azért nem jöttek az eredmények. Amit látom, ezt a 2 edzés van elképzelés, meg potenciálitás abban a csapatban, csak ki kell jönni belőle. Nem mondom, hogy mentális probléma, ez inkább egy görcsös játék, és nem jönnek eredmények, de szurkolótól kérek a türelem, és Nyíregyháza újra fog játszani szép foci, meg Zsinórban nyerni fogunk meccseket is. Nagyon nehéz egyébként így menet közben megérkezni egy csapathoz, hiszen azért az alapozásnál te nem voltál itt. Igen, soha nem könnyű szituáció, de fociban igazából semmi szituáció nem könnyű, úgyhogy 3 vereség egymás után az nagyon sok ilyen csapat szempontból, de megpróbáljunk most vasárnap egy jó pozitív eredmény hozni ide, és a következő meccseket szépen fölfele jönni. Feljutásig remélem jövőre, ha nem jövőre, akkor következő évre, de szerintem ezt a 2-3 év Nyíregyházat leszek volna helye.